Új határidő, két nappal tovább, február 17-éig jelentkezhetnek a diákok a felsőfokú intézmények 2019. szeptemberében induló képzéseire. Rekordévet zárt tavaly a hazai turizmus. Kiemelkedően sok vendégük volt a kereskedelmi szálláshelyeknek, ráadásul a 4-5 csillagos szálláshelyeket választók száma is nőtt. Csendes gyilkos, a téli fűtési időszakban fordítsunk kiemelt figyelmet a szénmonoxid mérgezés elkerülésére. Módosították a határidőt, február 17-éig lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe az idén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A dátum technikai okokból csúszott két napot, így a középiskolásoknak még vasárnapig van idejük leadni a jelentkezésüket. A Nyíregyházi Egyetem is várja a diákokat, azonban új szakokra és több módosításra is felhívja az intézmény a leendő hallgatók figyelmét. A 2019-ben induló alapképzésekre, osztatlan képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, rövid ciklusú osztatlan tanári szakokra és disziplináris mesterképzésekre az e-felvételi rendszerén keresztül lehet jelentkezni. A diákok legfeljebb 6 jelentkezési helyet jelölhetnek meg, a kérelem ingyenes 3 képzés megjelöléséig. Azon felül pedig 2000 forintos kiegészítő díjat kell fizetni jelentkezésenként. A Nyíregyházi Egyetem 21. századi kampusszal várja az intézménybe jelentkezőket. Minden infrastruktúrális feltétel adott, ezek mellett pedig magas színvonalú képzést és patronáló tanári rendszert biztosítanak a hallgatók számára, valamint új szakokat is indítanak, közölte Halkóni Rudolf Éva 35 perc című műsorunkban. Mindig megpróbálunk megújulni. Nekünk a felvételi időszak, ez az év, ahogy mondtam, júniustól a következő év augusztusáig, és eltart szeptembertől augusztusig, hiszen nekünk a mostani általános felvételi renddel nem zárul le ez a munka, mert majd jön a pótfelvételi és augusztus első napjaiban, és akkor is várunk mindenkit, akik esetleg kimaradtak a felvételiből, csak akkor ugye már önköltséges képzésre tudunk meghirdetni minden képzést. Mi is az új szakunk? Új, de mégse új, mert korábban is volt testnevelő edzőszakunk, most viszont meghirdetjük az edzőszakot úszás és labdarúgás specializációval. Itt egy gyakorlati felvétel is lesz, erre készüljenek, akik arra jelentkeznek. Szociálpedagógia mesterszakot tavaly hirdettük meg először, akkor még csak pótfelvételiben levelező munkarendben, most már nappali munkarendben is meghirdetjük. Figyeljenek nagyon azok, akik a repülőgép vezetői képzést célozták meg, mert ebben az évben repülő mérnöki alapszakként jelenik meg már a felvételi tájékoztatóban. Az új szakok indítását egy komoly hatástanulmány előzi meg. Megvizsgálják a piaci igényeket, hogy volt-e már korábban érdeklődés hasonló tudományterület iránt, honnan érkeznek a jelentkezők, és milyen költségei vannak a képzés elindításának. Ezután fogadhatja el a szenátus, de van olyan eset, amikor a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz is be kell nyújtani az igényt. Az intézmény számára fontos a duális képzés és az együttműködés a különböző cégekkel. Ezek is a hallgatók érdekeit szolgálják. A mi életünkben ugye szervezeti formát illetően 16. január 1-től egy jelentős változás következett be, hiszen egyetemmé váltunk, alkalmazott tudományok egyetemévé. Ezt muszáj hangsúlyozni, mert nem ugyanaz, mint a tudományegyetemek. Túl nagy radikális változást az intézmény életében ez nem hozott. De nem is számítottak rá, hogy ez most akkora változás. Nem is számítottunk, hiszen tudtuk, hogy mit jelent ez jogállás tekintetében, mi az elvárás irányunkban. Az, hogy esetleg adminisztratív feladatok tekintetében ez egy jelentős munkát jelentett, hiszen a logótervezéstől a szabályzatoknak az átdolgozásáig meg kellett valósítanunk, hogy egy egyetemmé váltunk. Ez egy másik rész. De a képzéseket illetően ugye mentünk a magunk elképzelése irányába. Természetesen igyekszünk új kutatási területeket is megcélozni, széleskörű együttműködési megállapodásokkal biztosítani a szakmai gyakorlati helyeket, a duális képzési rendszernek a gyakorlati helyeit, illetve a kutatóhelyeket, ahol ugye kutató munka folyik. Tehát állandóan nyitott szemmel járunk, és próbálunk nyitni minden irányba, legyen ez civil szervezet, intézményhálózat, tankerület, folytathatnám, vagy nagy cégeket is mondhatnánk, hiszen közismertő a Legóval nekünk milyen nagy léptékű fejlesztésünk volt, és milyen hatékony együttműködési megállapodásunk van. Az elmúlt években felvett hallgatók száma alapján jó irányt választott a Nyíregyházi Egyetem a fejlődéshez, tette hozzá Halkóné Rudolf Éva.
A családvédelmi akcióterv céljával igen, de az eszközeivel nem ért egyet az MSZP, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A születések számának növekedését segítő program egy megközelítőleg 2-300 milliárd forintos csomag, ami megterheli a költségvetést, tette hozzá Jeszenszky András. A kormány célja, hogy a születések számának aránya magasabb legyen, mint a halálozásé. Ez azonban utoljára a 70-es években volt jellemző. Ezeket a támogatási formákat továbbra is csak a magasabb jövedelműek tudják igénybe venni, tehát ahol igazán szükség lenne a segítségre, mondjuk az első és a második gyermek megszületésének a segítségére, egy kisebb lakás megvásárlásához, ahhoz olyan magas jövedelem kell, amit nagyon sokan nem tudnak igénybe venni. Ez a program a harmadik és a negyedik gyermek vállalására fókuszál, és közben nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon az első és a második gyermekek is megszülessenek, ebben továbbra sem tesz érdemi lépéseket ez a program. Soha ennyi turista nem járt még hazánkban, mint tavaly. Sok vendégük volt a kereskedelmi szálláshelyeknek, valamint egyre többen választják a 4-5 csillagos szálláshelyeket. Megyénk lakosai körében még mindig hajdúszoboszló a sláger, ha utazásról van szó, míg országosan továbbra is a főváros és a Balaton a legkedveltebb úti célok. Jó évük volt tavaly a szállodáknak, rekordévet zárt a hazai turizmus. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele közel 10%-kal múlta felül a 2017-es adatot, meghaladta az 500 milliárd forintot, derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményéből. Külföldről is sokan érkeztek hozzánk, de mi magyarok is sokat utaztunk országhatárokon belül. A legtöbben kocsiba ülnek, úgy indulnak útnak, ugyanakkor van, aki a közösségi közlekedést részesíti ilyenkor is előnyben. Tudjuk nagyon jó, hogy a belföldi turizmus általában arról szól, hogy a legtöbben azért saját gépkocsival utazunk, tehát általában mindenki úgy szokta kiválasztani, hogy vagy új helyeket keres, vagy a régi jól bevált helyeket részesíti előnyben, illetve vannak a nyugdíjasok, akik pedig olyan helyeket keresnek, ami vonattal megközelíthető, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ugye nekik ingyen bérlet van már gyakorlatilag a vonat busz közlekedése, és akkor ők szoktak olyan helyeket választani, ahova vagy busszal, vagy vonattal közvetlenül el tudnak jutni, és ők ezeket részesítik erőnyben. A legtöbben tavaly is a Budapest, Közép-Duna vidéket és a Balatont választották, de a népszerű fürdővárosok sem veszítettek népszerűségükből. Megyénk lakosai közül is sokan keresték fel a fürdőzéssel kapcsolatos úti célokat, miközben más desztinációk is egyre inkább előtérbe kerülnek. A nyíregyháziak szempontjából, vagy a szabolcsiak még mindig nagyon népszerű ugye a hajdúszoboszló, hiszen ott mindenféle szállás lehetőséget megtalál magának a turista, akár apartmant, akár 3-4-5 csillagos szállodát is, és azért nem beszélve arról, hogy a legnagyobb élménypark ugye itt van hajdúszoboszlóban, plusz még mellette ott van a gyógyvíz adta lehetőség is. Tehát én úgy gondolom, hogy a szabolcsiaknál még mindig nagyon nagy közkedvelt favorit a hajdúszoboszló, illetve hogyha belegondolunk, akkor már egy kicsit távolabb is merészkednek, vagy mostában egyre többen szoktak foglalni a hegyvidéken szállás lehetőséget. Nőtt a magas költésű vendégek száma is. A turisztikai ügynökség tavaly 2 számjegyű növekedést tapasztalt a hazánkba érkező amerikai, kanadai, kínai és spanyol turisták esetében az előző évhez képest. Évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit szénmonoxid mérgezéssel összefüggő esethez, melyek késői felismerése könnyen tragédiához vezet. Olvashatjuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. A fűtőberendezések korszerűsítésével, a kémények ellenőrzésével, valamint a szénmonoxid jelző berendezések felszerelésével a legtöbb esetben megelőzhető a baj. A szénmonoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramolhat a lakásba, illetve a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szénmonoxid a lakótérbe. A szénmonoxid mérgezéses esetek számával kapcsolatban az utóbbi időben egy csökkenő tendencia mutatkozik, ugyanis egyre több ember szerez be szénmonoxid érzékelőt, mondta a televíziónknak Leskovics Zoltán. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szénmonoxid érzékelők beszerzése, felhelyezése és karbantartása csak egy része lehet annak a megelőzési folyamatnak, amelyel meg tudjuk gátolni a szénmonoxid mérgezés bekövetkeztét. Magyarul figyelnünk kell arra, hogy a használt tüzelőfűtőberendezéseket, különösen a nyílt lángú tüzelőfűtőberendezéseknél felülvizsgálatokat szakemberrel mindig végeztessük el.
A gázfogyasztó berendezéseket csak 5 évente kell szakemberrel felülvizsgáltatni, mégis kifejezetten javasolt ezt gyakrabban, akár évente megismételni. Amennyiben a kémény járata bármilyen okból leszűkül, akkor a lángalégű berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő szénmonoxid koncentrációja drasztikusan megemelkedik. A felülvizsgálatra kötelezett kéményeket minden esetben ellenőriztessük a megfelelő szakemberrel, és engedjük be otthonainkba a kéményseprőket. Hívja fel a figyelmet a főfelügyelő. Amennyiben fokozott nyílászáróval rendelkező helyiségben van ez a tüzelő-fűtő berendezés, minden esetben gondoskodjunk a megfelelő levegő utánpótlásról, és ezt követően jöhet majd a szénmonoxid érzékelő beszerelése és alkalmazása. Új tüzelőberendezések kiválasztása során célszerű a külső levegőt közvetlenül használó, zárt égésterű berendezéseket előtérbe helyezni. Ezek segítségével gyakorlatilag kizárhatjuk a szénmonoxid megjelenését. A szakember hozzátette, szénmonoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha segíteni akarunk a bajba jutottakon. A helyiségben még mindig kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk ki a bentartózkodókat, és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad levegőn helyezzük biztonságba a mérgezést szenvedett embereket, ájulás esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű segítséget az ismert segélyhívó számokon. Drágábban tankolunk péntektől. A MOL bruttó 2,2 forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken, értesült az MTI piaci forrásokból. Az emeléssel a benzin átlagára 349 forintra, a gázolai 387 forintra emelkedik literenként. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A benzinára 2012. április elején ért el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Több szempontból is különleges lett a Móricz Zsigmond Színház legújabb darabja. Hamu Pipőke ugyanolyan jó és tiszta, mint a legtöbbek által ismert Disney mesében, azonban a mostohát egy férfi, Urmai Gábor játsza, és a könnyed dalok helyett klasszikus áriák szólalnak meg a darabban. Az egész család számára szórakoztató előadást február 15-től láthatja a közönség. Hamu Pipőke, gyere be! Itt az idem, kemegyek! Zakarhatod? Fogd hozzá! De mosni! A malacos akkor nyízik, hogyha mi a mosni! Ha elfogy a finom étel, súrolj fel egy fog kefével! Hagyd pöttön mosják le! Súgítom a söprügyedet! Egy ilyen nem lesz már egy ilyen! Az engelünk lesz az javi! Egy fiatal lány édesanyja meghal, édesapja új asszonyt visz a házhoz, majd a férfi meghal. A mostoha anya és két mostoha testvér szolgaként bánik a lányjal, rongyokba járatják, hamuban alszik és moslékkal etetik. Ez a mindenki által jól ismert Hamu Pipőke története. Halasi Dániel ezt dolgozta fel a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadára, Romhányi József adaptációját Rossini vígoperájával vegyítve. Ez a különleges ötvözet igazi kihívás elé állította a társulatot. Rengeteget ötleteltünk együtt, és nagyon-nagyon sok minden kikerült belőle, nagyon-nagyon sok mindent átfogalmaztunk, áthangszereltünk, hogy így mondjam, több értelemben is, tehát kerestük a daloknak is azokat a fajta karaktereit, ami jól áll egy-egy karakterhez, és ezekben is volt rengetegféle variáció, és ebben nagyon sokat segítettek, és sokat is köszönhetek nekik. Egy jófajta diskurzus tudott kialakulni ebben. A darab egyik különlegessége, hogy Urmai Gábor játssza Hét zsáknét, az özvegy mostohát. A jól ismert könnyed dalok helyett pedig klasszikus áriák szólalnak meg a színpadon. Ez ritka a színházban, ezért nem volt egyszerű dolga a Hamu Pipőkét alakító Munkácsi Anitának. Ami inkább számomra megerőltető volt, az, hogy hitelesen is jól tudjam ezeket a Rossini dalokat visszaadni, ária részleteket, úgyhogy azok azért egészen igénybe vettek. Egyébként nagyon jó hangulatban telt a próba folyamat. A rendezővel és a főszereplővel hosszabb interjút, valamint a darabból részleteket a Péntek Esti Weekend című műsorunkban láthatnak.
már az első adandó alkalommal a márciusi magyar bajnokságon teljesíteni akarja a katari világbajnokság nevezési szintjét Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló két portugáliai edzőtáborozás között tájékoztatta terveiről a sajtóképviselőit. A sérülés miatt rövidre sikeredett tavalyi szezon után egy hosszú idei versenyévadra készül Helebrant Máté. Az év fő versenye a világbajnokság a megszokott nyári időpont helyett szeptember végén, október elején lesz Katarban, így Pokrovenszky József tanítványa némileg változtatott a megszokott menetrenden. A november óta tartó alapozási időszak a végéhez közeledik, a meleg égővi edzőtáborok pedig tökéletes lehetőséget biztosítanak a minőségi munkához. Az edzésegen lévő részidők alapján nagyon jól állunk. Hát ez majd a versenyen fog kiderülni, hogy aznap milyen napot fogok ki, illetve hát ugye a tavalyi Berlin Európa bajnokságon megtanultam, hogy a szerencsés közrejátszik, de egyébként a felkészülésem nagyon jól halad. Most túl vagyunk egy 3-5-es portugáliai edzőtáboron, ami nagyon-nagyon jól sikerült, olyannyira jól, hogy úgy döntöttünk az edzőmmel, Pokrovenszky Józseffel, hogy jövő hét szerdán visszautazunk, és még 2,5 hetet ott fogunk készülni, mivel március 24-én lesz egy elég fontos verseny Szlovákiában, ahol már lehet teljesíteni majd az idei világbajnokságra, illetve a jövő évi olimpiára a kvalifikációs szintet, és hát ezt szeretnénk minél hamarabb már ezen a versenyen teljesíteni, hogy onnantól kezdve már nyugodtan készülhessünk ezekre a főversenyekre. Már az 50 kilométeres gyaloglás kvalifikációs szintideje 4 órán belülre került, a legutóbbi londoni világbajnokság 6. helyezettjének nem okozhat gondot annak teljesítése. A tavalyhoz képest 7 percet erősödtek a szintek, ami azt jelenti, hogy tavaly még 4 óra 6 perc volt a szint, idén viszont már 3 óra 59. Viszont nekem ez kötelezőnek kell lenni, szóval az én egyéni csúcsom ettől 15 perccel jobb. Szóval bízunk benne, hogy ezt könnyen meg fogom ugrani, viszont egy 4 órás versenyről van szó, és elég sok minden közben jöhet. Ezért is szeretnénk minél jobb formában lenni, hogy semmi ne jöjjön közbe. A sajtótájékoztató Helebrant Máté aláírt egy támogatói szerződést is, mivel tovább bővült azoknak a köre, akik segíteni szeretnék a gyaloglót a minél jobb eredmények elérésében. Hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr MB1 piros csoportjának 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen 99-39-re kapott ki a csatadíjesétől. Az NKS szombaton a közvetlen rivális Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. A legerősebb összeállításban érkező vendégek nagyon motiváltan kezdtek a fokhíjas kosársuli ellen, így 10 perc játék után már 19 ponttal vezetett a csatadíjese. A második 10 percben újabb 21 pontot tett hozzá előnyéhez a fővárosi együttes. A fordulás után kezdtek magukra találni a hazaiak, de ez csak arra volt elég, hogy szorosabb negyedeket játszanak, valamint 100 ponton belül tartsák az ellenfelet. Az eddig mindössze egy vereséget szenvedő csatadíjese végül 60 pontos győzelemmel távozott a Szent Imre gimnázium csarnokából. Igen, csak indiszponáltan kezdtük a mérkőzést, valahol nem tudtunk fölpörögni, valahol megelégettünk azzal, hogy előző nap megnyertük a Munaderne junior mérkőzésünket, és ez valahol az első fél időre maximálisan rányomta a bélyegét. A második fél idő az már valamivel azért jobban működött. Tehát ugye ott azért fél időben próbáltam kicsikét megértetni, hogy azért nem ártana így itt is összeszedni magunkat. Ott már a védekezésünk is sokkal hatékonyabb volt, sokkal inkább sikerültek olyan helyzeteket kialakítani, amiből pontot tudtunk dobni, és így hál' Istennek nem lett 100 pont feletti a vereségünk. Így most nem azt mondom, hogy ez a vereség ez egy könnyen megemészthető, de hát ilyen is van sajnos. Szombaton újabb hazai meccs vár az NKS-re, 16 órai kezdettel a szintén 3 győzelmet számláló Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadják Farkasinszky Gyuláni tanítványai. A Dávid Kornélt azt mindenféleképpen meg kellene venni, tehát amikor idegenben voltunk, akkor is ugye két olyan sérülés nehezítette a dolgunkat, tehát ott sérült meg a Fekete Dóra is, meg a Patrícia is. Na most, ugye most ezen a mérkőzésen még nem tudom, hogy az Orsi fog-e játszani, vagy sem, ugye az a héten fog kiderülni, hogy engedik-e már pályára lépni. Viszont ugye itt van a Vivien, itt van a
Takács Anna, Patricia felépült, és én úgy gondolom, hogy a juniorjaink is azóta sokkal-sokkal hatékonyabbak és erősebbek lettek, és én remélem, hogy ez a hazai pályán ezt a mérkőzés minden szempontból sikerül megnyernünk, de ez a cél, tehát itt nem lehet más elvárás a lányokkal szemben. Az amatőr NB1 piros csoportjának tabelláját a 100%-os TFS-e vezeti a 13-1-es mutatóval álló csatadíjas előtt. A nyíregyházi kosársuli 3 győzelemmel és 10 vereséggel várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Két nappal tovább, február 17-ig jelentkezhetnek a diákok a felsőfokú intézmények 2019. szeptemberében induló képzéseire. A dátum technikai okokból csúszott, így a középiskolásoknak még vasárnapig van idejük leadni a jelentkezésüket. A Nyíregyházi Egyetem is várja a diákokat, azonban új szakokra és több módosításra is felhívja az intézmény a leendő hallgatók figyelmét. Rekord éve volt tavaly a hazai turizmusnak, rengetegen érkeztek külföldről, de itthon is sokan utaztak. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele közel 10%-kal múlta felül a 2017-es adatot, és így meghaladta az 500 milliárd forintot. A nyíregyházi és szabolcsi lakosok körében még mindig hajdúszoboszló a sláger, ha utazásról van szó, míg országosan továbbra is a főváros és a Balaton állnak az első helyen. A szénmonoxid mérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak tünetei könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. A fűtőberendezések korszerűsítésével, a kémények ellenőrzésével, valamint a szénmonoxid jelzőberendezések felszerelésével a legtöbb esetben megelőzhető a mérgezés, mely későn felismerve halálhoz is vezethet. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 14-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek reggelig gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Néhol esetleg gyenge eső, havas eső, hószálingózás előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Péntek estig gyakori felhő átvonulások várhatók kevés napsütéssel, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 fok körül alakul. A következő napokban döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását, éjszakánként több helyütt képződik köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, amely a napok előrehaladásával egyre lassabban oszlik fel. Emellett az ország nagy részén hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés erősödik, a hétvégétől a csúcsérték már sokfelé meghaladja a 10 fokot, főleg délnyugaton, nyugaton helyenként a 12-13 fokot is elérheti, csupán a tartósabban ködös tájakon lesz hűvösebb idő.